future husband. Here's a few things you'll need to know if you wanna be my one and only all my life. Take me on a date, I deserve a babe. And don't forget the flowers every anniversary. Én egy munkahelyen dolgoztam, és oda jelentkezett ő. Az volt megbeszélve, hogy az egyik molkúton fogunk találkozni. De elfelejtettem, hogy ő jön el az állásra. Miután telefonon megbeszéltük, aztán végül is értem jött. Lényegében így találkoztunk először, nem nagyon tudott beülni, a Mekis zacskóktól nem fért a kocsiba, de csinált a lábával egy kis helyet, és így ismerkedtünk meg. A lány kérést egy hosszabb folyamat előzte meg, már elég régóta készültem rá. Akkor még nem tudtam, hogy a Balatonra fogunk menni. Azt gondoltam, hogy a születésnapomra készül valamilyen meglepetéssel. Akkor megérkeztünk egy kikötőbe, és mondták, hogy most megyünk hajózni. Hát akkor egy kicsit feltűnő volt, hogy Ádám olyan zavarban van, hogy a saját neve helyett az enyémet mondta. És én véletlenül belejtettem a kulcsomat a Balatonba. Mit ad Isten? Ez a lakáskulcs volt, meg a céges kulcs, de hál' Istennek a közelben voltak búvárok. Hát ez nekem elég hihetetlennek tűnt, hogy majd a vízből ők biztosan ki fogják szedni. Ádám nagyon nyugodtan vacsorázott, én meg néztem az eseményeket, hogy itt most vajon mi fog történni, vagy nem értettem, hogy ő miért ilyen nyugodt, mikor történnek a dolgok. Megtalálták ezt a kulcsot, de sajnos már nem egy kulcsot találtak, hanem egy gyűrűt. És Ádám odafordult, letérdepelt, és akkor megkérdezte, hogy hozzá menjek a feleségről. Nagyon örült neki szerintem, meg lehet kicsit sejtette, nem tudom, de szerintem meglepődött és örült neki. És másnap volt a szülinapom. Készültem neki egy ilyen élmény nappal. Pesten járkáltunk, egy kicsit körülnéztünk, elmentünk olyan helyekre, ahol ő szeretett volna, mindig azt mondja, hogy sok a dolgom, és nem jutunk el sok helyre. Délelőtt volt neki, ahol el szeretett volna menni. Felmentünk Budára egy cukrászdába, péksüteményt tettünk, utána pedig elmentünk egy városnézésre helikopterrel. A Gellért-hegy körül, és ki volt feszítve egy ponyvára, hogy boldog szépen. You got the 9-to-5, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and making up a lies. I never learned of her, but I can fight of her. Sing along with me, sing along with me. Hey. Én azt gondolom, hogy 10 év múlva legalább 2 gyerekünk lesz, és reményeim szerint nagyon sok kutyánk. Boldogok vagyunk, szeretjük egymást, jól érezzük magunkat, megmaradt a humorunk. Fiatalosak vagyunk, és minden nap újult erővel tudjuk elkezdeni a mindennapokat. Remélem, hogy ez egy nagyon jó buli lesz. Igyekszünk nem izgulni. És egymásra próbálnánk figyelni. A nász néptől pedig az, hogy egy nagy buli legyen. Mert én maga az esküvőt is úgy szeretném megélni, mint egy nagy buli a barátokkal és a családdal. Én egy nagy gyerek, Judy. Nagyon életvidám és folyton mosolygó kutya. Szereti a gyerekeket. És a fagyit. Hát azt szeretnénk nektek üzenni, reméljük jól éreztétek magatokat, és ezután még jobban fogjátok. Szeretnénk egy nagyon jót bulizni, mind a barátokkal, mind a családdal, minimum reggelig. Én ezt üzenem. És mindenkit igen a transportokon. Your husband is a few things you need to